Leginkább kávét, üdítőt és csokoládét vásárolunk az élelmiszerautomatákból. Becslések szerint 40 ezer gép működik Magyarországon, amelyeket eddig nem kellett regisztrálni az adóhatósághoz. Az idei jogszabályváltozásokkal azonban 2015-ben minden automatát nyilvántartásba vesz a NAV. Azoknak az étel-ital automatákat üzemeltetőknek, akik már 2015. január 1-én is működtettek automatákat, azoknak a bejelentés kötelezettségüket 2015. március 31-éig kell teljesíteni. Akik idéntől kezdtek működtetni új gépeket, nekik egy összegben kell kifizetni a regisztrációs díjat. A sajtószóvívő szerint sok automata illegálisan üzemelt, így a tulajdonosok eltitkolták a bevételt. Akik illegálisan működtették ezeket az automatákat, azok tisztességtelen előnyre tehettek szert, illetve a tisztességes üzemeltetők versenyhátrányba kerültek, és azért is döntött erről a jogalkotó, mert az volt a tapasztalat, hogy sok esetben ezeket a bevételeket el tudták titkolni az üzemeltetők, hiszen eléggé alulszabályozott volt ez a tevékenységi kör, és nem volt semmilyen adóhatósági kontroll, tehát ezzel a jogalkotó a NAV, mint végrehajtó szerv bevonásával egy országos nyilvántartási rendszert kíván létrehozni. Kovács Mária hozzátette, a regisztráció kötelező, de egyelőre még nincs arról szó, hogy a pénztárgépekhez hasonlóan az automatákat is összekötik az adóhatóság szervereivel.